Már dolgoznak a szakemberek az új szexádi ügyeleti központ kialakításán. Itt az egykori BM klubban kap helyet a felnőtt és a gyermekorvosi ügyelet, valamint egy állandó gyermekházi orvos, és a védőnői szolgálat is ide költözik majd. A teljes bontási, teljes bontási munkálataig elkészültek az épületen. Ezekbe tartoztak a válaszfalak, a csempék, a meglévő lépcső bontásai. Készen vagyunk az alapgépészeti munkákkal, azoknak a helyének a fölvésésével, helyreállításával, alapgépészeti víz, szennyvíz csöveknek a beépítésével. Gyakorlatilag a vakolási munkálatok is 80%-ig elkészültek az épületbe. A legnehezebb dolog a két szintnek a kiváltása, vas betonfödém fallal, két szinten keresztül egy alátámasztással kellett megoldjuk, és ki kellett szedjük egy tartófalakat. A február óta tartó munka most 23%-os készültségnél jár. Az ajzatbetonozási munkálatok azok a végleges ajzatbetoni szinteknek kiképzése az a mai nappal elkezdődött, az gyakorlatilag egy-másfél héten keresztül be fogjuk állítani a szinteket. Jövő hét folyamán el fogjuk kezdeni a speciális szellőző csatornáknak a beszerelését, ennek kiépítését, és ezzel párhuzamban nyilván a villanyszerelés és a gyengeáramú rendszereknek az alapvezetékeléseit próbáljuk összehozni, hogy ütemtervnek megfelelően tudjunk haladni. A teljes kivitelezés 273 millió forintba kerül, aminek a legnagyobb részét pályázaton nyerte a város önkormányzata, egy kisebb részt pedig a miniszterelnökség ajánlott fel, így a fejlesztés nem terheli a költségvetést. Mikro egészségügyi központot szerettünk volna létrehozni, kórházi ellátással, ügyeleti központtal és orvosi rendelővel is. Ebben az épületben, ami 1700 négyzetméter állami tulajdon, de ingyenesen megkapta az önkormányzat, valósulna meg a felnőtt, a gyermek ügyeleti szolgálat ellátás, illetve egy gyermekházi orvosi ellátás is, valamint a védőnői szolgálat egy külön szinten, külön bejárattal, hiszen ezek a szolgáltatások jelenleg méltatlan körülmények között zajlanak, nincsenek meg az interek, nincsenek meg a megfelelő helyiségek ahhoz, hogy ezt megfelelő szinten végezzék. Most lehetőséget kaptunk a TOP-nak köszönhetően, hogy egy teljesen ügyeleti központ kialakítása történjen meg, 273 millió forintba épül meg az ügyeleti központ. Így néz ki az ügyeletnek most helyet adó épület a Vörösmarty utcában. Ezt az ingatlant már nem lehet 21. századi igényeknek megfelelően fejleszteni. És nem csak az egészségügyi ellátórendszernek a fejlesztése volt fontos, hanem azt is fontos célként tűztük ki, hogy olyan épületeket töltsünk meg élettel, amíg jelenleg használaton kívül vannak. És ez a volt BN Klub, ez tipikusan ez az épület volt, amelyet az államtól ingyenes használatba kaptunk meg. Nagyon figyeltünk arra, hogy szexárdiak vegyenek részt a fejlesztésben, így a tervezésben, műszaki ellenőrzésben és a kivitelezésben is szexári munkavállalók által képviselt vállalkozások vesznek részt. Ez pedig az életújítás, a város újítás szempontjában nagyon fontos, hiszen számukra munkalehetőséget szeretnénk teremteni, azért, hogy ezt a nehéz időszakot minél inkább át tudják vészelni, és a családok számára a munkájukat meg tudják tartani, és tudják a fizetéseket. Az egészségügyi ellátórendszer mellett, ahogy mondtam, fontos az épületnek, használaton kívül épületeknek az élettel való megtöltése. Ebből a szempontból egy következő nagy projektünk lesz a SZÜV épületének a megvásárlása és felújítása. A szakképzési centrum központját képzeljük el itt, és akkor a központban ezen a részen lévő két ma még városképet rontó épület teljesen új külsőt kap, és sokat fog javítani a városképen. Úgyhogy ezek a szempontok voltak azok, amelyek megvalósítást indukálták, vagy indokolták, és azt kell, hogy mondjam, hogy jól hall az építkezés, ha ütemterv szerint. Ács Rezső szexárd polgármester azt mondja, az új központ kialakítása illeszkedik abba a koncepcióba, amelynek során az elmúlt években háziorvosi rendelőket újított fel és épített az önkormányzat, az alapegészségügyi ellátást fejlesztve. Ebbe a tervbe illeszkedik a Szabó Dezső utcába tervezett orvosi rendelő megépítése is, ám azt a projektet az Éljen Szexárd frakció és a helyiek közül néhányan többször megpróbálták leállítani. Az ügyeleti központnak a fejlesztését az egyfős többség nem tudta megakadályozni, remélem, hogy nem is fogja a jövőben sem, hiszen ez a szexárdiak érdekeit szolgálja. Én őszintén remélem, hogy a Szabó Dezső utcai orvosi rendelő is azért meg fog valósulni, mindenféle akadályt az ellenzék, az egyfős többség kitalált, hogy megakassza a fejlesztést.
Most éppen a lakói temetőt vérnek ott a helyszínen feltalálni. Tehát szó nincs természetvédelemre, meg ilyenekről, mint amit az előző akadályoztatásban mondtak. De igazából ezzel az ügyeleti központ orvosi rendelő kórház hármassal lenne igazán teljes az a koncepció, amelyet itt a helyszínen mi elképzeltük. A Szabó Dezső utcába az a két házi orvosi praxis költözne, amelyek most itt a Kadarka utcában a kollégium épületében találhatóak. Jól látszik, hogy itt a betegeknek mindössze egy szűk folyosón kialakított váróterem áll a rendelkezésükre, és parkoló sincs a rendelő előtt. Ehhez a két körzethez 4500 helyi tartozik. Az ő 21. századi ellátásukat szolgálná a Szabó Dezső utcai rendelő, ami elképzelhető, hogy az Éjjel-Szekszárd folyamatos támadásai miatt nem tud majd megépülni. Az ahhoz szükséges forrást ugyanis szintén pályázaton nyerte a város, aminek lassan lejár az elszámolási ideje. Az ingatlan egyébként hasonló készültségnél tarthatna, mint az ügyeleti központ, mindkettő esetében ugyanis februárban került sor a munkaterület átadásra. Az Ybl Miklós utcába tervezett új ügyeleti központot várhatóan 2021. februárjában vehetik használatba a szekszárdiak.